külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli. No, hát érdekes téma ez. Bizony. Virítsuk a lóvét, azt javaslom, hogy ezzel mire fogunk menni, ezt Kucsera Melittával fogjuk megbeszélni. A Corvinus egykori hallgatója, marketing menedzser, egy kutatást irányított ő, amely azt vizslatta, hogy a fiatalok, az Z generáció hogyan áll, azaz 16-25 évesek hogyan állnak a luxus kérdéshez. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt! No, hát ez hogy lehet? Ez annyira szubjektív és nehéz. Ugye az, amit látunk ezekben a posztokban, ugye azt mondjuk, hogy az Z-generációban megjelenik a luxus, 16-25 éveseket néztetek. Mennyiben ők ezek, és mennyiben esetleg pénzért pózolás, és nem is biztos, hogy ők azonosulnak ezzel, viszont jól hoz, mert látogatottak az oldalaik, a közösségi szájtjaik, és ezért csinálják. Ezt meg lehetette különböztetni vajon? Nagyon jó a kérdés. Ugye, mint 1990 és 2010 között született népszerű Instagram influencereknek a posztjait vetettük igazából kvalitatív tartalomelemzés alá, és azt láttuk, hogy azért a luxus részben megjelent náluk. Ugye magyar influencerekről beszélünk, főként különböző élmények esetében találkozhattunk így presztízs kifejező értékkel, volt ez például helikopterből városnézés, luxus nyaralás, vitorlázás, versenyautóvezetés, és egyébként érdekes volt, hogy a luxus cikkek terén sokkal kevésbé volt feltűnő ennek a megjelenése. Inkább csak kiegészítők formájában viseltek luxus termékeket. És a kérdésedre pedig a válasz, ugye magyar influencerekről beszélünk, de a fókuszcsoportos interjúk során feljött a kérdés a hitelességről, illetve hogy miért is csinálják az influencerek, hogy együttműködést szeretnének kötni nagy luxusmárkákkal, és arra jutottunk, hogy a követők többnyire szívesen néznek ilyen tartalmakat, az influencereknek pedig érdekükben áll, hogy minél magasabban pozícionált márkákkal együttműködést köthessenek, hiszen az számukra is nagyobb bevételt jelent. Annyira egyébként, megmondom, hogy engem ez nem lepett meg, mert sokat halljuk, hogy ez a korosztály például nem igazán vonzódik az ilyen tárgyi dolgokhoz, a birtokláshoz. Lakás, autó, stb. Inkább igénybe veszik persze, vagy bérli, vagy nem tudom, közösségi megosztó módon autóznak. Tehát egy csomó mindenhol megjelenik ez, hogy igazán nem a birtoklás, hanem az élmény a lényeg náluk. Igen, ez teljesen kijött a kutatásban is, mind az influencer posztoknál, mind a beszélgetések során, viszont ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy azért a fiatal generáció körében fontos a látható fogyasztás, mivel azzal tudják megerősíteni a hovatartozásukat, így egyben ez az önreprezentálásuknak az eszköze is legyen az a luxusvásárlás itt az Z-generáció körében, amit kutattunk, és ugye azt pedig tudjuk, hogy az Instagramon a nagy közönség felé tudják mindezt publikálni. Nekem egy csomó kérdés eszembe jutott, ilyen tök gyakorlati kérdés. Kik voltak ezek a magyar influencerek, akiket így ilyen luxus kategóriás termékek birtokosaiként, élvezőiként lehet számon tartani? Mondd már el nekünk, vél szivaroknak. De jó, most fogsz lebuktatni minket, mert egyiket se fogjuk ismerni. Igen, csak kíváncsiságból, hogy mi ismerjük-e. Igen. Igen, itt a kiválasztásnál az volt a szempont, hogy a lehető legnagyobb követőbázissal rendelkező Z-generációs influencerek legyenek a tartalomelemzésben, és ők egyébként 6 darab influencert válogattunk be, Kölcsönyei Polly, Farkas Timi, Nagy Benedek, Kemszozó, Dezső Bence és Forstner Csenge voltak. Egyet ismerek. És egyet sem. Egyet sem? Akkor na, jaj, de jó. Szerintem az egyiket, én be fogom szervezni egy műsorba. Jó, és akkor már én is fogok ismerni. Jó, ezért, hogy ismert. A másik, ami eszembe jutott, hogy az Z-generációs fiataloknak mit jelent a luxus? Mert lehet, hogy tök más, mint nekünk. Arra a kérdésre, hogy mi jelenti számukra az abszolút luxust, akkor arra például az volt a válasz, hogy az a magánrepülő, a penthouse vagy egy hajó, de hogy nagyon vágynak egyébként ilyen exkluzív élményekre is.
mint például a vadászgéppel való repülés, delfinekkel úszás, legyen az űrutazás, vagy csak személytestől felbérlése, szóval elég színes képet kaptunk. Illetve volt egy olyan kis feladat is, hogy meg kellett testesíteni, meg kellett személyesíteni, hogy hogyan írnák le a luxust, mint embert, és érdekes módon kettő kép alakult ki, egy viszonylag idősebb, tegyük fel középkorú üzletember, aki nagyon elegáns és udvarias, és emellett pedig egy másik kép, egy fiatalabb ember volt, aki kevésbé saját magának köszönheti a sikerét, sokkal inkább mondjuk szülői támogatással tudja a luxus vásárlásait megtenni. És ez egyébként nagyon egybecseng a régi és az új luxus képével is. Egyébként miért vásárolnak, ha vásárolnak? Nem tudom, hogy azt vizsgálta a kutatás, hogy az Z-generáció bár ugye azonosítja, meg látja, hogy van ilyen luxus, de aki megengedheti magának, az miért vásárol ilyen termékeket? Flexelés. Szeretne ezzel menőzni? Vagy ennél azért mélyebb motivációi vannak? Vannak különböző dimenziói a motivációiknak. Például az egyik az, hogy a hasznosságot tekintve, hogy nyilván magas minőséget ad, megbízható. Megjelent például a környezettudatosság is a fast fashionnel szemben. Emellett beszélhetünk hedonizmusról, ugye az élfajhászásról, hogy hát ő örömét leli benne, boldogságot okoz, jól esik neki egy ilyen tárgyat megvenni, vagy ilyen élményben részt venni. Aztán kifelé irányuló értékeknél azt mondták, hogy jelképezi egyrészt, hogy elért valamit, hogy ezért tanult és dolgozott, hogy ezt megszerezhesse, illetve felvágásnak is jó, ahogy mondjátok, hogy megmutathasd azt, hogy mit van, és kitűnj a tömegből. De közben pedig befele irányuló értékek is voltak, hogy szeretném magamnak megvenni, nem azért, hogy mutogassam, egyfajta önértékelés, illetve hogy szép, stílusos dolgok ezek. Magyarországon kik azok, akiket a fiatalok tényleg ilyen luxus példaképnek tartanak, nem tudom, jó-e a kifejezés, tehát az, akiről tudják, hogy ő ilyen luxus körülmények között él, és vannak-e külföldi példaképek? Igen, ugye amikor a vizsgálatunk történt, akkor ment éppen a Feleségek Luxus Kivitelben tévéműsor, szóval nyilván azoknak a szereplőit említették, mint első asszociáció. Külföldiek közül főleg nyugati származású Insta influencerekkel kerültek megemlítésre, nyilván a Kardashian család, Dan Bilzerian, Jake Paul, akiket említettek. A motivációt, hogy miért inkább az élményt választják, miért nem a tárgyi dolgokat, annak mi lehet a magyarázata? Volt egy nagyon jó említés, hogy azt mondták, hogy ha visszagondolnak, hogy mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, ha választhattak volna egy Gucci táskát, vagy egy államutazást, akkor sokkal valószínűbb az, hogy a Gucci táska lehet, hogy már egy kicsit elkopik, míg maga az álomnyaralásuk az mindig ott lesz az emlékükben, és ez nem tud kiválni. Igen, ez az, amiről beszélünk, hogy a luxuson kívül is ez az általános megközelítés náluk a fogyasztás tekintetében, hogy az egy pillanatnyi élmény, vagy egy-két napos a Gucci táska, egy jó utazás pedig egy örök életre. Mi van azzal a jelenséggel, amikor úgy csinálok, mintha luxus? Tehát nem tudom, kibérelek 2 percre egy ilyen luxus autót, vagy úgy csinálok egy WC ülőkkel segítségével, mintha repülőgép ablakán néznék ki, és közben pedig egy poszter van a szobám falán, vagy nem tudom. Tehát kinyomtatok színes fénymásolóval egy nagykötek 20 000-est, és azzal vagizom műanyag aranynyakláncok tekintetet, hogy ez mennyire jellemző? Mennyire tudnak erről a jelenségről, és mennyire látnak mögé? Abszolút jellemző, és látják is egyébként az Z-generációs fiatalok. Említették ezt a hamis luxus képet, hogy az influencerek nagyon sok esetben ezt közvetítik, és jött is rá egy olyan példa, hogy például Oroszországban abszolút jellemző, hogy magánrepülőt kibérel több influencer egyazon időben. A gép az sose száll fel, de kapnak fodrászt, sminkest, még stewardesseket is,
és igazából egy fotózás történik, és az Instagramon, amit mi látunk, az csak az, hogy mintha ők egy saját private jetes nyaralásra mentek volna, miközben pedig csak egy napig kibérelték többen ráadásul, hogy a költségek megosulnak, és ez kerül publikálásra a nagy közönség felé. Szóval a hitelesség kérdése, illetve a felelősségi kör is boncolgattuk igazából az interjúk során. Aha, és akkor ezt ilyen iróniával szemlélik, gyanítom, ezt a jelenséget, aki műmájerkedik. Igen, ez abszolút egyébként fontos az is, hogy a luxusmárkák hiteles influencerekkel működjenek össze, mert hogy ez végül is utána negatív lecsengésben tud végződni. Még egy kérdés, a gasztróval mi a helyzet? Az eszemiszommal ott azért lehet ott is parádézni. Az posírozott lazacfilé tormahabbal. Igen, egy 1965-ös akármivel. Glitterman Spieler küvével. Igen, izgalmas egyébként, mert én előzetesen azt gondoltam, hogy ez a gasztróvonal valószínűleg erősen meg fog jelenni. És képzétek el, hogy abszolút nem jelent meg a vizsgált magyar influencereknek a posztjaiban. Igen, úgy tűnik, hogy lehet még nem értek meg így a gasztró világára, és majd egy pár év múlva jelennek meg az ilyenfajta posztok, de tényleg... Marad az avokádó spiritós meg a private jet így együtt egy kombóba. Igen, csak az avokádós spiritusról nem fognak posztolni. Sajnos. Jó, hát ez érdekes. Nagyon érdekes és izgalmas dolog. Tök jó, hogy ezt megcsináltátok, és az is, hogy beszélgethettünk róla. Úgyhogy köszi szépen, szép napot kívánok. Köszönöm a meghívást. Szia, szia. Sziasztok, szép napot. Kucsera Melittával, igen. A Corvinus egykori hallgatójával, marketing manager. Tehát ez nem megy, mondd már el, légy szia titulusát. Tehát Kucsera Melittával beszélgettünk, ő a Corvinus egykori hallgatója volt. Csináltak egy kutatást, ő volt a vezetője, hogy hogyan viszonyulnak a fiatalok a luxushoz, de ő már nem a Corvinus hallgatója, hanem marketing manager. És a kutatás vezetője. Így van. Jó, azt akkor... már mondtam az előbb. Nem, jó, megyek kávét inni, mert ez így nem fog menni. Nem. Addig is hírek jönnek, és majd utána folytatjuk szerintem sokkal pörgősebben és vidámabban. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám követ.